Folytatódnak a fejlesztések, újabb beruházások indulhatnak el az uniós programoknak köszönhetően Nyíregyházán, hangzott el a közgyűlésen. Kevés a férőhely, mintegy 21 ezer idős ember vár arra Magyarországon, hogy bekerüljön valamelyik bentlakásos intézménybe, amelyekben jelenleg 54 ezer időst gondoznak. Bírságolhatnak is, bizonyos gazdálkodó szervezeteknek energetikai szakreferensek munkáját kell igénybe venniük, a határidő június 30-a. Újabb beruházások indulhatnak el az uniós programoknak köszönhetően Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A város képviselő testülete elfogadta a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések programok, illetve az úgynevezett integrált területi programok módosítását. Ez utóbbiban nagy hangsúlyt kapnak a belterületi utak és közlekedési csomópontok fejlesztése. Sokat foglalkozik Nyíregyháza a város közlekedésének fejlesztésével. A mai közgyűlésen is elfogadta a testület azt az előterjesztést, amely tartalmazza többek között az uniós forrásokból megvalósuló belterületi utak korszerűsítését, közlekedési csomópontok létesítését. Mint ismert, a város mintegy 25 milliárd forint uniós támogatást használhat fel településfejlesztési és gazdaságfejlesztési célokra, ezen belül az úgynevezett integrált területi program részletesen tartalmazza a város közlekedésfejlesztési elképzeléseit is. Tavaly a Szegfő utca, a Kígyó utca bővítése, korszerűsítése történt meg, idén több újabb belterületi szakaszon folytatódhat a munka. Most várunk a Mező utcai csomópontnak a kialakítására, tudjuk, hogy az is egy régi igény, egy régi vágyunk az, hogy ott is megvalósuljon. Láttuk a Kígyó utca környékén ugye a csomópont kialakítását, tudjuk azt, hogy a Semmelweis utca, a Törzs utca környékén is várható változás, körforgalom csomópontoknak a kialakítása. Tehát minden olyan útszakaszon, ahol a közlekedés, tehát az átmenő közlekedést és a belső közlekedést fel tudjuk gyorsítani, ott előbb-utóbb megkeressük azokat a pályázati forrásokat, aminek keretében meg tudjuk ezeket valósítani. A testület a város tavalyi évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót is elfogadta. Tavaly 41 milliárd forintból, idén 47 milliárdból gazdálkodik a megyeszékhely. A város fejlesztéseit, beruházásait az uniós pályázatok erősíteni fogják, ám ezek jelentős csúszásban vannak és központosított irányítás alatt állnak, a közgyűlés szocialista frakció vezetője szerint. Elmúlt évben az európai uniós források közül lényegesen kevesebb, kisebb összegű beruházás valósult meg, mint ebben az évben fog. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy a kormány is elkésett az európai uniós támogatási ciklushoz vonatkozó operatív programok kiírásával. Az ezekhez való csatlakozás pedig értelemszerűen késleltetettnek minősült az önkormányzatok életében is. Éppen ezért én azt gondolom, hogy a városnak van némi pótolni valója ebben. Úgy látszik, hogy ebben az évben már megindulnak a forrás lehívások, és gőzerővel folyik részben 2018, részben pedig 2019 érdekében, hogy minél több beruházás valósuljon meg. A város csapadékvízelvezetési hálózatát is tovább korszerűsítik. Erre szolgál a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázati program, ami ma került a közgyűlés elé. A testület elfogadta a város közbiztonsági koncepcióját, amelyben az ifjúságvédelem nagy hangsúlyt kapott. Elhangzott továbbá, hogy a városi kapitányság járőrszolgálata, a polgárőrséggel együtt és a kihelyezett térfigyelő kamerák nagyban hozzájárulnak Nyíregyháza közbiztonságához. Mintegy 21 ezer idős ember vár arra Magyarországon, hogy bekerüljön valamelyik bentlakásos intézménybe, amelyekben jelenleg 54 ezer időst gondoznak. A szociális rendszerbe emellett egyre több rossz egészségügyi állapotban lévő egésznapos felügyeletet igénylő kerül be, ami plusz terhet jelent a szakápolói személyzetnek, hangzott el egy témában tartott szakmai fórumon Nyíregyházán. Bentlakásos intézményben gondozzák az időseket nyírteleken. A statisztikák szerint csaknem 54 ezer betöltött idős otthoni férőhely áll rendelkezésre jelenleg Magyarországon, azonban mintegy 21 ezeren vannak várólistán, azaz ennyien szeretnének bekerülni valamelyik ellátóhelyre.
A nappali ellátásban és étkeztetésben ettől valamivel jobb a helyzet. Itt 122-en, illetve 288-an vannak várólistán. A szakemberek tapasztalatai szerint az idősek egyre rosszabb egészségügyi állapotban kerülnek be az ellátotti rendszerbe annak ellenére, hogy ellátásukra rendelkezésre áll a módszertan és a szakembergárda is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él országosan a legtöbb idős ember. Nagyon sokan élnek egyedül vagy párban, magányosan, gyerekek nélkül vagy rokonok nélkül egy-egy területen. Ennek szinte következménye az, hogy a megyében nagyon sok az idősekkel foglalkozó szociális intézmény, nem csak intézmény, hanem inkább ellátórendszer. Tehát nagyon sok olyan intézmény van, aki ezzel foglalkozik, feltételezhetően szakemberekkel dolgoznak, tehát szakemberek is vannak bőven a megyében. Záhonyban és térségében 20 férőhelyes idős bentlakásos intézményt működtet a Szociális és Gondozási Központ. Ezen felül házi segítségnyújtásban mintegy 560 idős ellátottal foglalkoznak. Éppen ezért van a mi intézményünk is, ami elsődlegesen házi gondozással foglalkozik, ami arról szól, hogy az idős lakosokat otthonukban gondozzuk, illetve idős bentlakásos intézményünk van, hogy azok az idősek, akik már nem láthatók el saját lakókörnyezetükben, azoknak 24 órás felügyeletet biztosítsunk. Nyíregyházán 600 idős embert lát el a helyi központ a házi segítségnyújtás keretében. A felmérések szerint az idős emberek egyre rosszabb egészségügyi állapotban kerülnek be a bentlakásos otthonokba. Köreikben növekszik az időskori szellemi hanyatlásban szenvedők, vagyis a demensek, illetve az egésznapos felügyeletet igénylők aránya, ez pedig plusz terhet rak az őket ellátó szakápolói személyzetre. Mivel az idősek egyre magasabb átlag életkort élnek meg, így egyre több esetben fordul elő a demencia, mint megbetegedés az ő köreikben. Azt gondolom, hogy a házi segítségnyújtásban is, mint minden más területén az idősellátásnak egyre több esetben találkozunk ezzel a betegséggel, és egyre nagyobb feladatot ró a kollégákra az, hogy ennek az ellátását biztosítani tudják. A szellemi képességek kóros mértékű elvesztésével járó demencia világszerte súlyos problémát jelent. A világon több mint 47 millióan küzdenek a betegséggel, Magyarországon a demensek száma 150 ezer és 300 ezer közé tehető. 4,3%-os gazdasági növekedéssel és 3%-os inflációval számol a 2018-as költségvetési tervezet, közölte Vinnai Győző és Petneházi Attila a Fidesz nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A kormány összesen 15 ezer milliárd forint kiadással és valamivel több mint 14 ezer milliárd forint bevétellel számol jövőre, így a hiány az Európai Uniós előírás szerinti 3% alatt marad, tették hozzá az országgyűlési képviselők. A jövő évi tervezet középpontjában a biztonság és a család áll. Utóbbira összesen 1900 milliárd forintot fordítanak, aminek köszönhetően többek között a két gyermekes családok adókedvezménye havi 35 ezer forintra emelkedik majd, hangzott el a sajtótájékoztatón. Fontos cél még az államadóság csökkentése, ez 70,5%-ra sikerül a jövő év végére letornázni. Ez még mindig magas, de azt hozzá kell tennem, hogy a magyar államadóság egyre inkább a magyar emberek kezében van, hiszen a magyar emberek egyre többen vásárolnak állampapírokat, és ez a stabilitását, kiszámíthatóságát és a biztonságát megadja a költségvetésnek. A munkából élők költségvetése a 2018-as, erről már Kovács Sándor fideszes országgyűlési képviselő beszélt Máté Szalkai tájékoztatóján. A politikus hozzátette, az elmúlt 7 évben 700 ezer munkahely jött létre, ezek közül 500 000 a versenyszférában. A következő évben tovább nő majd a minimálbér és a szakmunkás minimálbér, de a munkaadók terhei is csökkennek. A közmunkaprogramra 40 milliárd forintot biztosít a tervezet, ezt az összeget főleg az átképzésre fordítják majd. 2018-ban tovább csökkennek az adók, nőnek a bérek, és nő a családi adókedvezmény. A polgári kormánynak nagyon fontos stratégiája, hogy segélyhelyet munkát biztosítson. Ezt a munkát a gazdaság teljesítő képességéhez a munkabérrel honorálja, illetve a szociális partnerek között a munkáltatók és a munkavállalók mellett a kormány olyan ajánlatokat tegyen, amikben a Magyarországon élő embereknek a életminősége és biztonsága megfelel.
A kormány álláspontját erősíti a nemzeti konzultáció aktivitása. A brüsszeli fórumokon ezzel képviselhetik a magyarok érdekeit, közölte Kovács Zoltán kormányszóvivő Máté Szalkán. A 8,2 millió választóhoz eljuttatott kérdőív 6 kérdése 5 témában kéri ki a lakosság véleményét, ilyen például a bevándorláspolitika és a rezsicsökkentés. A lakossági fórumon az is elhangzott, a visszaküldési határidőt május 31-ig meghosszabbította a kormány. Olyan tervek készülnek, fortyognak a brüsszeli bürokrácia kis bugyraiban és üstjeiben, amely végeredményben minden magyar ember bőrére, illetve a sorsunk rovására mehet. Erről kell őszintén beszélgetnünk. Emlékezzünk 2 évvel ezelőtt, amikor a migrációról folytattuk a legutolsó ilyen nemzeti konzultációt, akkor azt mondták, hogy ezt még mi találtuk ki, és egy probléma. Lám-lám, eltelt 2 év, és azóta nagyon súlyos problémával állunk szemben. Mi azt szeretnénk, hogy az összes többi kérdésben, amit most itt feltettünk, illetve amellyel foglalkozunk, ez a helyzet ne álljon elő. Már több mint 1,6 millióan írták alá a nemzeti konzultációs íveket, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője egy lakossági fórumon Nyírbogáton. Kósa Lajos a fórumon elmondta, a hétfői manchesteri támadáshoz hasonló eseteket úgy lehetne a leghatékonyabban megelőzni, ha már az Európába érkezésükkor elfogják azokat az embereket, akik ilyen támadásokat terveznek, valamint idejében megállítják a migránsokat, akik közé beszivároghatnak a terroristák is. Magyarország már megtette ezt, azonban az európai államok vezetőjének egy része a támadások ellenére még mindig nem ismerte fel ennek veszélyét, tette hozzá Kósa Lajos. Az európai politikusoknak életveszélyes, és a szószoros értelemben életveszélyes a migrációval kapcsolatos politikája, ezt meg kell állítani. Ezért szervezzük azt, hogy megkérdezzük az embereket, és ma már több mint 1,6 millióan küldték vissza a nemzeti konzultációs éveket, ahol erre is rákérdezünk, hogy fogjunk össze mi magyarok, és mutassunk példát Európának abban, hogy igenis a terrorizmus ellen fel lehet lépni, már a kezdetek kezdetén, már a migráció megállításával ezt lehet fékezni, és általában is ne idehozzuk a bajt a migránsokon keresztül, hanem oda vigyük a segítséget, ahonnan ezek az emberek jönnek. Az energiahatékonyságról szóló törvény tavaly decemberben módosított rendelete szerint bizonyos gazdálkodó szervezeteknek energetikai szakreferensek munkáját kell igénybe venniük. A határidő június 30-án lejár, az ilyen szakembereket nem alkalmazó vállalkozások komoly büntetésre számíthatnak. A szakember szolgáltatásait azoknak a vállalkozásoknak kötelező igénybe venniük, amelyek bizonyos energiafogyasztási határokat túllépnek az elektromos áram, a gáz és hőtermelés tekintetében. A társaságoknak a szakreferens segítségét június 30-áig kötelező igénybe venniük, ezt pedig regisztrálni kell a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnál. Ha ezt nem teszik meg, vagy elmulasztják a határidőt, szankcióra számíthatnak. A szankciók azok gyakorlatilag büntetésként működnek, pénzügyi bírsággal járnak, amely 200 ezer forinttól akár 2 millió forintig is terjedhet, illetve ha valaki nem fizeti be, vagy pedig befizeti, és továbbra sem igényel szakreferenst, akkor 3 millió forintig is büntethető. A változtatásokra azért volt szükség, mert Magyarországnak is követnie kell az Európai Unió erre vonatkozó előírásait, azaz országosan 1,5%-os energiamegtakarítást kell elérni. A szabályozás változása azokat a gazdálkodó szervezeteket érintik, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 ezer kilovattóra villamos energiát, vagy 100 ezer köbméter földgázt, vagy 3400 gigazsúl hőmennyiséget. Nagyon fontos lehet az, hogyha egy cégvezető egy energetikussal okosan, hasznosan összedolgozik, akkor a cég életében ez nem egy plusz teher, egy plusz kiadást jelent az energetikus kötelező foglalkoztatása, hanem számtalan olyan költségcsökkentő lehetőségre deríthetnek fényt együtt, ami a cégnek akár több millió forint megtakarítást eredményezhet az energetika terén. Az energetikai szakreferensek éves jelentést készítenek a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztésekről és az energiamegtakarítási eredményekről, amelyet minden év május 31-ig a cégek honlapján is közzé kell tenni. A bejelentéshez szükséges dokumentumok a Közműszabályozási Hivatal honlapján elérhetők. A tiszai halászlé, a tárogató és a beregi keresztszemes hírét is öregbítette 4 tiszaszalkai fiú. Arról, hogy hogyan, hamarosan kiderül, előtte nézzük a híradó további témáit.
A szezon utolsó hazai meccsét játssza a hétvégén a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttesének mindenképpen nyernie kell a Cegléd ellen ahhoz, hogy a zárófordulóban Balmazújvárosban esélye legyen a feljutás kiharcolására. Győzelemmel zárta a szezont a Kölcsey DS-e. Hadobás István együttese az utolsó forduló mérkőzésén Alsó Zsolcán nyert 47-19-re. A Kölcsey 13 győzelemmel, 2 döntetlennel és 7 vereséggel a negyedik helyen végzett a női kézilabda NB2 észak-keleti csoportjában. A tiszai halászlé, a tárogató és a beregi keresztszemes hírét is öregbítette 4 tiszaszalkai fiú. Az általános iskolás diákok az országos hungarikum vetélkedőn másodikak lettek. A megmérettetésről ma tartottak élménybeszámolót a fiatalok. A magyar minőség hírnökei a hungarikumok, azok közé a piramisávű rendszernek köszönhetően egy-egy települési tájegységi nevezetesség is felkerülhet, mondta Tiszaszalkán Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság alelnöke. Hozzátette, az értékmentő és őrző munkába a fiatalokat is be kell vonni, ezért is hozták létre a hungarikum vetélkedőt. Nagyon örülünk annak, hogy rengeteg fiatal megmozdult Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, rengeteg fiatal megmozdult országosan is, de a mi megyénk abszolút élen járt, hiszen a megyei döntőben is 70 csapat jelentkezett, és onnan kerültek ki a országos döntőben oly nagyon jó szereplő tiszaszalkai általános iskolások is. A megmérettetésre ezt a kisfilmet készítették a tiszaszalkai fiúk. Lovagi ruhába öltözve a múltba kalauzolják a nézőket, miközben a régi Bereg vármegye értékeit mutatják be. Magunk is benne voltunk a filmbe, ebben 4 hungarikumot mutattunk be. Ezek a boldogság alapjai. Az egészség, étel, ital és szórakozás. Az egészséghez kell a béres csepp és béres csepp extra, a szórakozáshoz a tárogató, ételhez a tiszai halászlé, és italhoz a pálinka. A fiatal versenyzők Kósa Kristóf, Tóth Krisztián Zsolt, Morvai Dániel és Bajusz Botond élménybeszámolójukon elmondták, igazi csapattá kovácsolódtak össze, miközben játszva tanultak. Több információt is kaptam, és hát az izgulásokat, azokat szeretem. Azon kívül megismerhettem a hazámat, és most már bárkit el tudok kalózolni a megyénbe, és most döbbentem rá, hogy milyen értékek vannak a megyénben, milyen gazdag a megye, ahol születtem. A fiatalok előtt több helyi nemzeti érték sorakozott az asztalon, az élménybeszámolón a résztvevők a hungarikum mozgalom alapjairól is hallhattak. A magyar kutyafajtákból indult el az a kezdeményezés, Simicsko István miniszter úr részéről, hogy akkor becsüljük meg a magyar értékeinket, így kezdődött a hungarikum törvény előkészítése, megszavaztuk a jogszabályt, és minden megyében alakult egy értéktárbizottság. Az értéktárbizottságba megválasztották a tisztségviselőket, és arra kérték a településeket, hogy mindenki a saját településén értéktek tartott dolgokat. Ez lehet egy ipari műemlék, nagyöcsedi vízszivattyú, például az egy ipartörténeti műemlék, természetes volt, hogy bekerül a megyei értéktárba, vagy a Túr Istvándi vízimalom, természetes volt, hogy bekerül. A tiszaszalkai fiatalok elmondták, ők hungarikumnak javasolnák többek között a beregi keresztszemest, a parlamentet és a Túró Rudit is. A szezon utolsó hazai meccsét játssza a hétvégén a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttesének mindenképpen nyernie kell a Cegléd ellen ahhoz, hogy a záró fordulóban Balmazújvárosban esélye legyen a feljutás kiharcolására. A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Várkerti pályán. A legutóbbi fordulóban Gyulán 1-1-es döntetlent játszott a Grosics Akadémia csapatával a Kisvárda, és mivel a Balmazújváros 1-0-ra legyőzte a Szolnokot, a két csapat helyet cserélt a tabellán. Két fordulóval a bajnokság zárása előtt, így a hajdúságiak állnak jobban 1 ponttal. Mivel a két csapat az utolsó fordulóban egymással játszik, a várdaiaknak mindenképpen nyerniük kell vasárnap a Cegléd ellen ahhoz, hogy esélyük maradjon a feljutás kiharcolására. Nem lesz könnyű dolga Révész Attila együttesének, mivel a jelenleg kieső helyen álló Cegléd-nek a bennmaradáshoz van égetően szüksége a pontokra. Ugyanúgy készültünk, mint az összes többi mérkőzésre, a saját játékunkra koncentrálunk, azt próbáljuk felépíteni, nyilván közben a stáb azért foglalkozik az ellenfél játékosaival, illetve játékrendszerével is,
Így van, mindenféleképpen nyernünk el ahhoz, hogy egy kikimérkőzést játszunk a Balmazújvárosáron majd. A védő szerint vasárnap minden támogatásra szükségük van, így a szurkolók sokat segíthetnek a győzelem kiharcolásában. Egy elképesztően jó szurkolótáborunk van, akikre tényleg az ország másik oldalán is lehet számítani, hiszen eljöttek Mosonmagyaróvára is, de annó Kozár Michelin ellen Pécsre is. Ez egy hatalmas löket, szeretnénk nekik visszaadni az egész éves szurkolásukért valamit, úgyhogy remélem, hogy minél többen kijönnek a hazai mérkőzésünkre is, és támogatni fognak minket. A Kisvárda Mastergood Cegléd mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey Televízió nézői pedig kedden 20 óra 25-től láthatják az összecsapást. A forduló további párosítása a következő: Kozár Michelin Soroksár, Szolnok Budaörs, Sopron Grosics Akadémia, Békés Csaba Dorog, Szeged Nyíregyháza Spartakus, Cigánd Siófok, Csákvár Mosonmagyaróvár, Vác Zalaegerszeg és Puskás Akadémia Balmazújváros. Győzelemmel zárta a szezont a Kölcsey DS-e. Hadobás István együttese az utolsó forduló mérkőzésén Alsó Zsolcán nyert 47-19-re. A Kölcsey 13 győzelemmel, 2 döntetlennel és 7 vereséggel a negyedik helyen végzett a női kézilabda ND2 északkeleti csoportjában. 26. NB-s szezonját zárta a Kölcsey DS-e, amely ősszel azzal a céllal vágott neki a bajnokságnak, hogy megismételje tavalyi szereplését, ami a harmadik helyezéshez volt elegendő. Fél időben a negyedik helyen állt Hadobás István együttese, és végül a negyedik helyen is zárt a diákcsapat. Az edzőnek rengeteg problémával kellett megküzdenie, sok játékosát nélkülözte sérülések miatt, így a szakember egyaránt elégedett a felnőtt csapat negyedik és a junior együttes második helyezésével. Nagyon elégedett vagyok ezzel az idénnyel. Egyrészt a negyedik hely az lebecsülhető vagy értékelhető. Én úgy gondolom, hogy minden körülményt figyelembe véve ez reális. Hozzáteszem, ilyen nehéz idényünk, én azt gondolom, a 26 év alatt nem volt még. Ennyi sérülés és a meghatározó embereink, Tilki Andi, Gyimesi Lola, Kelemen Gréta, Márkus Gizella, Pap Andrea, Rabina Inez, a legjobbjaink sérültek, megestek ki rövidebb, ki hosszabb időre, úgyhogy azt gondolom, nagyon-nagyon elégedett vagyok a lányokkal. És hát ha hozzáteszük, hogy a juniorjaink második helyen végeztek az elsővel azonos pont számmal a Debrecen mögött, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon elégedett vagyok az eredményességgel. Az NB2 északkeleti csoportját a Máté Szalkai MTK nyerte 40 ponttal, megelőzve a 34 pontos Vizesabonyt és a 31 pontos Hajdúböszörményt. A 28 ponttal negyedik Kölcsey DS-e 6 ponttal előzte meg az 5. mezőkeresztest. Hadobás István szerint színvonalas bajnokságot tudhatnak maguk mögött. Azt gondolom, hogy a tavalyi mezőnynél erősebb volt. Talán mondható az, hogy két részre szakadt egyébként. Az első 5-6 csapat az talán sokkal jobb volt, mint a másik 6. Viszont az első 4, azt hiszem, hogy, és ide minden szerintelenségnő magunkat is ide sorolnám, azt hiszem, hogy egyértelműen kiemelkedett a mezőnyből, játéktudás tekintetében, felkészültség tekintetében, úgyhogy ezek nagy múltú csapatok, a Máté Szalkán kívül a Füzesabony és a Hajdúböszörmény végzett még előttünk, úgyhogy velük is nagyon-nagyon jó meccset játszottunk, mondom, Szalkát megvertük, Böszörménytől pontot is szereztünk, úgyhogy azt gondolom, hogy jó mezőny volt. Hadobás István még néhány levezető edzés vezényel a csapat játékosainak, akik közül a korábbi esztendőkkel ellentétben ezúttal nem távozik senki a tanév végén. A nyári pihenőt követően augusztusban a szokásos bentlakásos edzőtáborral kezdi majd el a felkészülést a diákcsapat. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Újabb beruházások indulhatnak el az uniós programoknak köszönhetően Nyíregyházán. A város képviselő testülete elfogadta a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések programok, illetve az úgynevezett integrált területi programok módosítását. Ez utóbbiban nagy hangsúlyt kapnak a belterületi utak és közlekedési csomópontok fejlesztése. Mintegy 21 ezer idős ember vár arra Magyarországon, hogy bekerüljön valamelyik bentlakásos intézménybe, amelyekben jelenleg 54 ezer időst gondoznak. A szociális rendszerbe emellett egyre több rossz egészségügyi állapotban lévő egésznapos felügyeletet igénylő kerül be, ami plusz terhet jelent a szakápolói személyzetnek, hangzott el egy a témában tartott szakmai fórumon Nyíregyházán.
Az energiahatékonyságról szóló törvény tavaly decemberben módosított rendelete szerint bizonyos gazdálkodó szervezeteknek energetikai szakreferensek munkáját kell igénybe venniük. A határidő június 30-án lejár, az ilyen szakembereket nem alkalmazó vállalkozások komoly büntetésre számíthatnak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 25-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, egy anticiklon peremén szárazabb és 1-2 fokkal melegebb levegő érkezik térségünkbe, stabilabb lesz a légállapot is, ezért inkább már csak futózáporokra számíthatunk. Estétől csökken a felhőzet, a záporok is elülnek, az északi szél időnként megélénkül, reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős idő várható, több órás napsütéssel legfeljebb futózápor fordulhat elő, az északi szél napközben ismét megélénkül, délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet, megszűnik a hidegfronti hatás. A változékony idő után lassan beköszönt a nyár, a szinte zavartalan napsütés mellett napról napra melegszik az idő, a jövő hét közepén már 30 fok közeli értékeket mérhetünk a legmelegebb órákban. Csapadék nem valószínű, és a légmozgás is többnyire mérsékelt marad.